Ezek az autók a használtak között is fiatalnak, ráadásul kimondottan megkíméltnek számítanak. Áruk ráadásul szinte ugyanannyi most, mint amikor vadonatújak voltak. Ez is jól jelzi azt, milyen drasztikus drágulás jellemezte a piacot az utóbbi egy-két évben. Gulyás József, a Magyar Gépjármű Kereskedők Országos Egyesületének alelnöke 35 perc című műsorunkban azt mondta, egy év alatt átlagosan 35-40%-kal emelkedtek az árak. Elsősorban a fiatal, kevés kilométert futott, 3-4-5 éves korig terjedő gépkocsiknak az ára emelkedett legjobban. Ez főleg annak tudható be, hogy az új autó értékesítésben szállítási és gyártási kapacitási gondok vannak. Bizonyos modellekre akár 2-2,5 évet is várni kell. Ezért akik új autót szeretnének vásárolni, nagyon sokan használt kocsit próbálnak vásárolni. Ennek viszont azért nyilván ennek is korlátja van, és ezért az árak itt nagyon-nagyon felmentek. Nem ritka az, hogy 4-5 éves kocsik még az akkori eredeti új árukon tudnak elkelni. Tehát itt a fiatal kocsiknál a legnagyobb mértékű. Már ahogy haladunk az idősödnek a kocsik, egyre kisebb az áremelkedés üteme, de a 10-12 éves kocsiknak is emelkedett az ára, jellemzően 20-25%-kal. A dráguláshoz az infláció is jelentősen hozzájárult, tette hozzá Gulyás József, aki elmondta azt is, a koronavírus kezdete óta 15-20%-kal csökkent a használt autók importja, így a kínálat is szűkebbé vált. A vásárlási igények is változtak, a magas üzemanyagár miatt a legtöbben ma már elsőként a fogyasztás iránt érdeklődnek az eladótól. Emiatt is nagy a népszerűsége az elektromos és hibrid autóknak, de újra sokan vásárolják a dízelgépkocsikat is. Ez az utóbbi 6-8 év fejleménye volt, hogy a dízelautókra egyre kisebb volt a kereslet. És hát el is hintették, hogy ezt ki fogják vonni a forgalomból. Igen, igen. Nyugat-európai városokból már a közeljövőben, tehát azért itt volt egy ilyen aggodalom, hogy eladhatatlanná válnak ezek az autók. Igen, volt egy ilyen tendencia, és az árak a benzinesek irányába jelentősen eltértek. Most azt látjuk az utóbbi más fél évben, hogy a dízel autó árak olyan szinten stabilizáltak, mint a benzinesek. Milyennek az oka? Hát nyilván itt valószínűleg a kínálat szűkössége, tehát benzines modellek sokkal kisebb darabszámba lehetőek fel. Beérik a dízel, beérik csak a dízel, igen, illetve a fogyasztás. A dízelautóknak azért jóval alacsonyabb a fogyasztásuk, magas üzemanyag márak mellett azért megfontolandó a dízelek üzemeltetése. Gulyás József hozzátette, az utóbbi másfél évben tapasztalt árrobbanás már nem fog bekövetkezni a következő hónapokban, de árcsökkenésre sincs kilátás. Mint mondta, ahhoz, hogy a használt autók olcsóbbá váljanak, nagyobb kínálatra és a forint erősödésére lenne szükség.